A tesztkészítés az úgy néz ki, hogy vissza kell mennünk a kurzusba teljesen. Itt már be kell kapcsolni a szerkesztést. És ahova szeretném a tesztet, mondjuk én most ide berakom a fogalmazás alá, ott kiválasztom a teszt tevékenységet. Hozzáadjuk. A teszt az egy keret, ami a kérdéseket összefogja. Ennek is kell nevet adni, mondjuk célszerű, ha ilyet íratunk, hogy dolgozat, mert a gyerekek akkor tudják, hogy itt értékelés lesz. Kötőjel, mondjuk informatika alapok, és oda szoktam írni a dátumot, hogy mikor lesz ez a teszt elérhető. Nyilván ez akármikor nem lehet, mondjuk 20-án, és akkor mondjuk 10 óra 00. Ha időkorlátot adunk, már pedig célszerű, akkor azt is oda lehet írni, hogy max 10 perc. Így már akkor a gyerekek tudni fogják, hogy 10 perces időtartamuk lesz erre. És hát ha már adtam időt, akkor ugye egy fontos dolog, hogy bekapcsoljam az időmérőt. 20-án akarom nyitni, ugye 10 órakor, tehát beállítom, bocsánat, bekapcsolom, beállítom, hogy 20-a. A teszt lezárása az azt jelenti, hogy 20-án megnyílik 10 órakor, ugye, a úgymond időablak. Adhatok egy órát erre, vagy egy fél órát adhatok erre, hogy a gyerekek fél óra alatt majd csak becsatlakoznak. Lehet, van, aki picit késik, tehát megadhatom, hogy mikor zárjunk. Hát akkor 20-án zárunk, 10 óra, vagy 11 óra, legyen 10 óra 30, fél óra elég szerintem egy ilyen rövid tesztnél. Az időkorlátot bekapcsoljuk, hogy 10 perc, 10 percet adtam, igen. Ezzel biztosítom, hogy 10 óra és 10:30 között bármikor elkezdheti, de 10 percet kap csak arra, hogy befejezze, tehát az indítástól kezdve 10 percet kap. Hát gyakorlatilag itt nagyon sok minden van még, de ennyi elég lesz, és visszatérek a kurzushoz, és megnézem, hogy hogy néz ki az eleje. Igen, ez most úgy egész jól néz ki, tehát elkészült a dolgozat, most már itt rá tudok kattintani, és most már látom a időkereteket, pontozási módszereket, de nincs benne kérdés, és vissza kellene mennem, hogy belepakoljam ugye a kérdéseket, hogy nincs hozzáadva a kérdés, teszt szerkesztése. Itt elkezdem adni hozzá szépen azokat az új kérdéseket, hát vagy új kérdést gyártok, vagy ugye a legjobb, ha kérdésbankból dolgozok. Megkeresem ugye a saját kategóriámat, akkor úgy leszűri a sok kérdésből csak az enyémeket, látom, és akkor két lehetőség van. Ugye vagy így kijelölöm, hogy mindet, vagy így egyenként szépen mondjuk hát ezt a hármat bele akarom rakni, és bedobálja a teszthez. Alapbeállított pontokat látjuk, hogy ez egy pontot ért, ez kettőt, ez hármat. Itt ezt felül lehet bírálni. Na most, ha összeadom, akkor ez nyilvánvalóan látszik, hogy ez csak 6 pont. A maximális pontszámot a gép nem így számítja, azt nekem kell kiszámolni, hogy akkor 6 pont és mentés. Ez lesz a 100%. Ezzel gyakorlatilag elkészült a teszt, ezt itt külön nem kell menteni. Ha visszamegyek a gyakorlóba, akkor van egy kész, úgymond beélesített tesztem, ami holnap fog aktivizálódni. Nem is kell elrejteni, mert nem tud majd a gyerek belemenni.